Ó, még vagy a felvétel. Last the block, enemy red is not an option. We all listen now, we go dance and start. Things are looking on my north. Konnichiwa everyone! Sziasztok, itt vagyok az újabb videómmal. És ez most nem egy egyszerű vlog videó lesz, hanem élménybeszámoló. Ugyanis szerepeltem Purple Fright egyik videójában. Na igen, aki nem tudná, ki ez a Purple Fright, ő egy magyar videós, aki leginkább a Five Nights at Freddy's történetével és magával a játékkal foglalkozik, de emellett még sok mással is. De a fő téma mindig a nap. És hát én tényleg nagy rajongója vagyok a játéknak. De tényleg? De tényleg! Úgyhogy, ja. Ráadásul Purple Fright-et nem csak azért szeretem, mert egy olyan játékkal foglalkozik, amit én szeretek, hanem ahogy foglalkozik vele. Lehet, hogy hónapokat kell várni egyetlen egy videójára, de az a videó a 100%, hogy nagyon igényes, megtervezett, olyan munka lesz, amivel sokat dolgozott az ember, és élvezetessé teszi a videót, szóval én azért is szeretem, mert mindig minden tartalmaz a videója, szóval nincs olyan, hogy valamilyen információ kimaradna, ha pedig kimarad, az pótolja egy következő videóval. Valamint nagyon jól vannak megvágva a videók, lassan kezd haladni a csatorna arra, hogy saját kézzel animál és rajzol hozzá, amit nekem nagyon tetszenek és nagyon bejönnek, így tovább. És nagyon tetszenek a szinkron hang, videói, ugyanis nem csak a magának a játéknak a történetével foglalkozik, hanem emellett még kisebb szinkronokat is készít a karakterek hangjai mellé. És hát ezzel kapcsolatos ez a videó is, ugyanis nemrég kitett egy olyan videót a csatornájára, hogy női szinkronhangra lenne szüksége, legyen legalább 14 éves, szülők tudjanak róla, stb. És ez úgy zajlott le, hogy nekünk be kellett küldeni egy hangot, mert megkaptunk egy szöveget előre, be kellett küldeni, hogy mi ezt felolvassuk, elmondjuk, tök mindegy, aki betanulta, az betanulta. És természetesen hangsúlyozni, artikulálni, meg minden egyebet kellett. De a reakció, amit visszakaptam e-mailben, engem az megborított. Bekerültem! Voltunk egy pár lányok, akik csináltuk ezt a hangot. Na szóval azt mondta nekünk Purple Fright, hogy mivel sok jó lett, ezért több lány fogja adni Elinornak a hangját, ugye az volt a karakter, akinek a hangját adtuk. Végül úgy lett, hogy összemixelte a hangunkat, ami magnifik! Nice. De komolyan, nagyon tetszett. Én nekem nagyon bejött, ahogy összeraktad a hangunkat, szóval innen is nagy gratuláció. Tényleg megint egy igényes videót raktál ki. Egyszerűen elállt a szavam, amikor néztem a videót, éppen tesó még távol voltam, így ülök az ágyon, hallgatom a videót kezembe a telefonon. Mikor jön az ilyen részem, úristen, benne vagyok a videóba. Fongörcsöt kaptam, de komolyan nem tudom miért, nekem Purple Fright ez egy példakép, mióta ismerem a csatornáját, főleg a videói miatt, amiket készít, jár. És nagyon jó volt ez az egész, szóval ez úgy zajlott le, hogy mi megkaptuk a szöveget, amit ugyanúgy be kellett küldeni neki, ő meg közben ugye dolgozott a videón, és hétről hétre kaptunk kisebb szövegeket, amiket ugyanúgy be kellett küldeni, ő meg közben haladt a videóval, és egy pár hét múlva ugye kikerült YouTube-ra ez a videó, ami tényleg, tényleg még egyszer gratulálok hozzá, mert nagyon jó lett. És hát, ugye nem ment tökéletesen minden felvétel, de erről vannak bakiaim is. Szia, Pajti! Szia, Pajti! Az én nevem. Köszönöm, amiért megmentettél, és letisztítottál. Letisztítottál, szava. Ó! Csodálatosan érzem magamat!
Szia, Pajti! Az én nevem Elinor. De miért? Készítettem neked valamit, Szere. Azt kérem tőled, hogy hordd ezt a nyakláncot, és bármi történjen, sose vedd le. Megígéred, hogy mindig hordani fogod? Miért mentem át? És te is az leszel. Viszont a kívánságod túl nagy ahhoz, hogy egyszerre kapd meg. Apránként tudom adagolni. Elment a kép! Na. De, ha hordod ezt a nyakéket, és sosem válsz meg tőle, minden reggel... Hol a következő sor? Úristen! Jó étszere! Jaj, ez nagyon ijesztő volt. Hello, Szere! Mesélj nekem, milyen volt a randi? Úristen! Nos, valójában te váltottad valóra az én álmomat. De miért megy át a hangom, fiúsba? Úristen! Nem is tudtad? Én minden egyes... Még élek! Illetve hát vannak bakik, amik sajnos elvesztek, pedig nagyon jók voltak. Utólag visszahallgatni őket egyszerűen élvezetes volt, olyan jókat rögtem saját magamon. Valamint emellett még készültem Purple Fright-nek egy kisebb meglepetéssel, amit most megtekinthettek. És innen is szeretném tőled megköszönni, hogy szerepelhettem a videóba, és hogy megadtad erre nekem a lehetőséget. Tényleg nagyon jó érzés volt, és még most is nagyon-nagyon-nagyon így rajtam van a fangörcs, hogy úristen, benne voltam a videóban, mert csodálatos vagy! Szóval nem tudok már mit mondani, amit nem mondtam volna eddig el. Nagyon szeretem a videóidat, és ne hagyd abba, amíg tudod, addig csináld a videózást, mert mindenki nagyon szeret téged. Szóval remélem, hogy látod ezt a videót, és nektek pedig köszönöm, hogy végignéztétek ezt a kis élménybeszámolót. Úgyhogy én most el is köszönök!